Továbbra is érvényben maradnak a hegyvidéken bevezetett korlátozó intézkedések. Fertőtlenítést ígértek, pénzt és ékszereket vittek magukkal a fővárosban elfogott csalók. A járványhelyzet miatt felpörgött az internetes kereskedelem. Ez a Budai Híradó 19 órakor. Jó estét kívánok! Az elmúlt hétvégén jobban betartották a kijárási korlátozás szabályait Budapesten, mint az ország más településein, mondta az operatív törzs hétfői tájékoztatóján Kis Róbert, az ügyeleti központ munkatársa. A hétköznapokhoz képest a hétvégéken többen szegik meg a kijárási korlátozást, de ez alkalommal a fővárosban nem kellett intézkedniük a rendőröknek. Kis Róbert arról is beszélt, hogy eddig 247 ember ellen indult büntetőeljárás. Ebből 61 esetben rémhírterjesztés, közveszélye fenyegetés esetében 26 fővel szemben, csalás 72 fővel szemben, míg járványügyi szabályszegés tekintetében 13 fővel szemben 49 főt hallgattunk ki ez idáig gyanúsítottként. Az idősellátástól a biopiac működéséig nagyon sok dologgal kellett foglalkozni az egészségügyi veszélyhelyzetben a hegyvidéki önkormányzatnak. Az elmúlt hetekben több intézkedés is született, amelyek a vírus visszaszorítását segítik. Például lezárták a Normafa környékén lévő parkolókat, játszótereket és az Erzsébet kilátót is. A korlátozások betartását folyamatosan ellenőrzik. Ma így néz ki Budapest legnépszerűbb szabadtéri sportcentruma és természetes közösségi tere. Pedig a hegyvidéken nem indult jól a korlátozások bevezetése, a Normafa környéke például úgy nézett ki, mint egy születésnapi zsúr vagy egy nagy majális. Az Anna réten több százan voltak fent, sok szülő a gyermekeivel együtt, és fittyet hánytak a tiltásokra. Volt rá példa, hegyvidéki park vezetője személyesen próbált lebeszélni néhány izmait fejlesztő fiatalembert, hogy ugyan már ezeket a kondigépeket nem kéne most használni, hát el kellett futnia. Mentek utána, és köhögtek rá, hogy finoman fogalmazzak, de lehet ezt még plastikusabban is elképzelni. El kellett futnia. Ez borzasztó. Amikor oda megy az apuka, és letépi a nejlon szallagot, és fölteszi a kislányát arra a játszó eszközre, de fogalma sincs, hogy milyen fertőzés van rajta. Fogalma sincs. Tehát kénytelenek voltunk lezárni, fémrácsokkal körbekeríteni, először az egyik, majd aztán a másik parkolót is. Most azt mondom, hogy pillanatnyilag jó a helyzet, olyan módon használják a normafát, hogy ez nem hordoz veszélyt se rájuk, se másokra. Pokorni Zoltán azt mondta, hogy a hegyről nem is tudnak és nem is szeretnének letiltani mindenkit, de jelentősen csökkenteni szeretnék az ott tartózkodók számát. Éppen ezért most is fenntartja az önkormányzat azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket húsvét előtt hoztak. Vagyis a normafánál található játszóterek, tűzrakók, sporteszközök nem használhatók, és ezt a hegyvidéki rendészek is ellenőrzik. A tiltások mellett az ellátásban résztvevők átképzése is jelentős feladatot ró az önkormányzatra. Volt egy nem túl bonyolult feladat, hogyan kell diplomás művészettörténésznek, diplomás óvónőnek, bölcsődei gondozónőnek részt venni az idősellátásban. Ez nem egyszerű. Azt kell mondjam, hogy először magában kell tisztáznia, hogy ez egy nagyon komoly feladat, és nem megalázó fizikai munka. Egy nagyon komoly mentális fölkészültséget, empátiát, beleérző képességet igénylő komoly feladat, és nagy örömmel látom, hogy nagyon sokan ebben részt vesznek. Őszintén szólva el is várjuk a munkatársainktól. Ez nem átképzés, inkább átállás fejben, mindennapi tevékenységben, amiért köszönettel tartozunk. Ugyancsak átállást, pontosabban átképzést tett szükségessé az a döntés, amely ingyenessé tette a fővárosi parkolást. Több tucat parkolóőr teljesített eddig szolgálatot, nem akarjuk őket elbocsátani vagy hazaküldeni. Van feladat a rendészetnél, illetve van feladat itt az idősellátásnál. A rendészetnél azonban ez egyfajta tanfolyamhoz, sőt vizsgához kötött tevékenység, ami nagyon remélem, hogy indít olyan képzési formát, illetve vizsgatípust a belügyminisztérium, hogy ezt meg tudják csinálni online, mi szívesen megszervezzük, vagy finanszírozzuk, ha ezen múlik a dolog, mert szeretnénk ezeknek az embereknek továbbra is munkát adni.
A hegyvidék polgármestere a hivatal működéséről is beszélt, és elmondta, hogy a munkatársak döntő többsége otthonról dolgozik. Minden nap meghatározott mennyiségű feladatot kapnak, és ezt minden nap ellenőrzik is. Pokorni Zoltán azt mondta, hogy most néhány hét alatt olyan nagyot fejlődött az online ügyintézés, amire előtte 3 évig nem volt példa. Az elmúlt 24 órában újabb 10 áldozatot követelt a koronavírus járvány Magyarországon. Így a fertőzéssel összefüggésben már 199-en vesztették életüket. Hétfőn újabb 68 embernél mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel pedig 1984 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Jelenleg 811 koronavírusos beteget ápolnak kórházakban, 60-an vannak lélegeztetőgépen, 267-en pedig gyógyultan hagyhatták el a kórházat. Müller Cecília, országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján azt mondta, a járvány május 3-án tetőzhet. A korábbi becslések és számítások alapján hangzik el, és ismerjük ezt a bizonyos május 3-ai dátumot, amikor becsüljük azt, hogy talán a csúcsra fut ez a járvány. Ez azt jelenti, hogy a megbetegedéseknek a száma már továbbiakban nem növekszik, hanem egyfajta plató keletkezik. Ez azt jelenti, hogy több napig ugyanannyi megbetegedés számot, illetve pozitivitást regisztrálunk, mint a korábbi időben, de ennek is egy bizonyos ideig el kell tartania. Fertőtlenítést ígértek, így jutottak be idős emberek otthonaiba azok a csalók, akik több kerületben is fosztogattak. Átkutatták a lakásokat, ahonnan pénzt és ékszereket vittek magukkal több 100 000 forint értékben. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy ha idegen csenged be, akkor mindenki győződjön meg róla, hogy az illető valóban az-e, akinek mondja magát. Bilincsben az egyik csaló, akit azzal gyanúsítanak, hogy társával több embert is becsapott a fővárosban. A páros kihasználta a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet és az emberek jóhiszeműségét. Általában idős emberekhez csengettek be, azzal az indokkal, hogy fertőtlenítést végeznek. A megalapozott gyanú szerint egy 20 éves férfi idén március végétől április közepéig több fővárosi kerületben, köztük a második kerületben, de a 15. kerületben volt a belvárosban is. Időskorú sértettekhez ment be, arra hivatkozva, hogy a járványhelyzet miatt fertőtlenítést végez. Olyan is volt, hogy magát önkormányzati dolgozónak adta ki, és felvilágosítást akart adni a járványhelyzetről. Az időskorú sértettek hittek neki, beengedték az otthonukba, és a férfinak sikerült 4 sértettől különböző értékeket megszerezni. 3 esetben egy 20 éves, 26 éves hölgy volt a társa, aki szintén részt vett ebben a cselekmény sorozatban. Volt olyan, amikor azt mondták az időseknek, hogy vegyék az ékszereiket, amiket éppen viseltek, adják oda nekik, mert ők azt lefertőtlenítik. A trükkös páros egyik tagja elvonta a lakók figyelmét, a másikuk ez idő alatt átkutatta a lakást. Általában készpénzt és ékszereket zsákmányoltak így több 100 000 forint értékben. Az utóbbi időben megszaporodott a hasonló esetek száma, a bűnözők ugyanis gyorsan alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez. Azt, hogy otthon vannak az emberek, az elvezet oda, hogy vágynak arra, hogy legyenek társadalmi kapcsolataik, tehát ha valaki megszólítja őket, akkor hajlamosak a megszokott elővigyázatosságot is félretenni. Azt is tudni kell, hogy tipikusan a trükkös tolvajok, a csalók olyan személyiségek, akiknek egy behízelgő moduruk van, nagyon kedvesek tudnak lenni, és azért járnak általában párban, vagy akár több mint 2 személy is megjelenhet, mert az egyik elbeszélget az időskorú sértettel, kedvesen megkéri erre, arra, amarra, addig a társai pedig feltérképezik a lakást, és vagy elemelnek valamit, vagy pedig jelzik a úgymond a fő terheltnek, hogy mi az, amire figyelni kell, mi az, amit meg kéne szerezni. A budapesti második és harmadik kerületi ügyészség indítványozta a két gyanúsított letartóztatását, mondta el a fővárosi főügyészség helyettes szóvivője. Úgy gondoljuk, hogy a járványügyi helyzetben időskorúak sérelmére az ő jó hiszeműségükkel visszaélve elkövetett sorozat cselekménynél nincsen más alternatívája az eljárás elején a kényszerintézkedéseknek, csak az, hogy le kell tartóztatni a terhelteket. A bíróság a férfi letartóztatását el is rendelte,
A nőnél azonban bűnügyi felügyeletről rendelkezett. Ez azt jelenti, hogy elég, ha hetente egyszer jelentkezik a nő a rendőrségen. Álláspontunk szerint ez nem alkalmas arra, hogy őt visszatartsa a további elkövetéstől, hiszen egyébként szabadon mozoghat, és újra lehetősége van bármilyen bűncselekményt elkövetni, ezért fellebbezést jelentett be az ügyészség, hogy a nő letartóztatását is rendelje el a bíróság. A fővárosi főügyészség helyettes szóvivője fokozott óvatosságot kér, főként az idős emberektől. Rapp Ferenc azt tanácsolja, hogy ha hasonló indokkal csengetnek be valakihez idegenek, akkor minden esetben győződjenek meg a lakók arról, hogy az illető valóban az, akinek mondja magát. Egy hét múlva, azaz április 27-től kötelező lesz maszk vagy kendő használata a BKK járatain. Csak eltakart arccal lehet majd felszállni a buszokra, metrókra, villamosokra és trolikra. Idén nyáron nem lesznek zárva a hegyvidéki óvodák és bölcsödék. Ez elsősorban azoknak a szülőknek lehet segítség, akik a járvány miatt kénytelenek voltak kivenni az éves szabadságukat. A veszélyhelyzet idején ügyeleti rendszer van érvényben az óvodákban és a bölcsödékben is. Az egészségügyi veszélyhelyzetben a karácsonyi forgalom többszörösére nőtt az internetes vásárlások száma. Leginkább az élelmiszer forgalmazó cégek honlapját keresik fel a vásárlók, de egyéb árucikkek házhoz szállítására is jelentősen megnőtt az igény az elmúlt időszakban. Érre tört az internetes kereskedelem, sorra telnek meg a virtuális bevásárlókosarak. A járvány időszak miatt sokaknak jelentősen megváltoztak a mindennapjaik, és ezen belül a vásárlási szokásaik. Legyen szó élelmiszerről, napi higiénés termékekről, vagy akár barkácscikkekről és ruhákról. Most elsősorban nem a kényelem, hanem a biztonság és a járvány megfékezése adja a motivációt az online vásárlásokhoz. A legtöbb webáruház azért tartja magát, én azt látom, hogy szolgáltatók esnek ki nagyon nagy mennyiségben. Ezekkel a szavakkal jellemezte az internetes vásárlások forgalmának változásait az egyik kereső optimalizálási ügynökség vezetője. Míg egyes termékek kereskedőinél dübörög az üzlet, másoknál visszaesés tapasztalható. Akik kifejezett győztesei ennek, az minden, ami ehető és bármi által. Van olyan ügyfelem, aki állateledellel foglalkozik, mindenki csomagol. Gyakorlatilag rekordforgalmakat döntenek, miközben egy másik ügyfelem, aki például táskákkal foglalkozik, a tavaly évi ekkori bevételének a töredékét csinálja. Úgyhogy ebben a formában vannak nagyon nagy nyertesei, vannak, akiket nem teljesen érint, mert van olyan piac, ami például lakásfelújításhoz kötődő dolgok. Persze nem most fogod megvenni a zuhanykabint, de egyébként vásárolnak folyamatában. A legnagyobb nyertesek az élelmiszerforgalmazók, akik nem csak elkészítik, de önmaguk értékesítik is a termékeiket online vagy viszonteladókon keresztül. Minden élelmiszer, minden, ami élelmiszer alapanyagot árul, vagyis értem szerint, amiből be lehet otthon tárazni és később fel tudod használni, az nagyon-nagyon forog. Karácsonyi bevétel fölött üzemelnek sokszor ezek az áruházak. Érdekesség, hogy például a pelenka az szintén nagyon megy ebben a időszakban, mert nyilván meg kell venni, mert ez kényszerűségben muszáj, hogy legyen, viszont nem mész el érte boltba. A szakértők szerint a néhány cégnél tapasztalható visszaesés ellenére az várható, hogy a legtöbb területen tartósan fellendül az online vásárlói tér. Már elérhető a bankoknál a növekedési hitelprogram Hajrá. Az új konstrukció főként a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került mikro, kis és középvállalkozásoknak nyújthat segítséget, közölte a Nemzeti Bank. A program fix kamatozású, legfeljebb 2,5%-os kamattal rendelkező kölcsönt vagy pénzügyi leasing forrást biztosít a vállalatoknak. A cégek számára összesen 1500 milliárd forintos forrás nyílt most meg. A KKV-k 1 és 20 millió forint közötti kölcsönt vehetnek igénybe. Árváltozás lesz a benzinkutakon. Szerdán a gázolaj átlagára csökken, literenként bruttó 6 forinttal kell érte kevesebbet fizetniük az autósoknak. A benzin átlagára most nem módosul. A hét közepétől tehát a gázolaj literenkénti ára 323 forint lesz, a benzin pedig továbbra is 285 forintba kerül a töltőállomásokon. Az elmúlt hetekben folyamatosan zuhant az üzemanyagok ára. Adásunkat honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!